5 évvel a párizsi terrortámadások után a túlélők még mindig az újrakezdés lassú és nehéz útját járják. A Bataclan nevű koncerthelyszínen 90 embert lőttek agyon az iszlamista elkövetők. Akik életben maradtak, tartós fizikai és még annál is tartósabb pszichés sebeket szereztek. Christoph Noden történelemtanár azon az estén ott volt a Bataclanban az Eagles of Death Metal koncerten, ahol egy jó barátját veszítette el. Neki 20 másik emberrel együtt sikerült egy alaksori helységben elrejtőzni a terroristák elől. Vannak utóhatások, amelyek csak néha jelentkeznek, főleg a megemlékezések előtt. Ami viszont gyakrabban visszatér, az az, hogy klausztrofóbiám lett, nehezemre esik háton feküdni. Nem bírom elviselni, ha a jobb karom akadályoztatva van, és ilyenkor a fájdalom emlékei is előtörnek, mert ott és akkor ebben a testhelyzetben voltam lent 2 órán át, mondta. Christophnak pszichiáter segít feldolgozni a történteket, terápiás jelleggel ír is, de mint mondja, november, az évforduló környéke mindig iszonyatosan nehéz időszak számára. Kicsit bonyolultabb volt, mert valahogy közelebb éreztem magamhoz az egészet, de már megbírom állni, hogy november 13-án ne vessem rá magam a hírekre. Hírfüggő lettem ugyanis a történtek óta, de most már képes vagyok kicsit várni és higgadtan utána olvasni, hogy mi történt, hogy történt. Ez mindenképpen előrehaladás, de kőkemény küzdelem is megállni, hogy ne essen vissza az ember. Christoph visszaemlékezései könyvformájában most jelentek meg. A kiadvány címe a Bataclan túlélőjének naplója, történész és áldozat.